A koronavírus terjedése miatt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége március 13-án felfüggesztette valamennyi versenysorozatát az utánpótlás korosztályokkal bezárólag. A továbbiakról kedden tartott internetes kapcsolat segítségével értekezett az elnökség, amelynek tagja a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója Sitko Ernő is. A szövetség előzetesen megkérdezte az első és második vonal klubjait arról, hogy miként állnak a bajnokság folytatásához. A beérkezett vélemények alapján döntő többséget kapott az a javaslat, hogy a bajnokságokat az eddigi eredmények alapján fejezzék be. Ezt elfogadva az elnökség úgy döntött, hogy befejezetnek nyilvánítja a 2019-2020-as bajnokságokat minden korosztályban és mindkét nemben. Bajnokot nem hirdetnek, mint hogy kieső sem lesz idén. Fontos kérdés a játékosok szerződésének lezárása. A szövetség arra ösztönzi a klubokat, hogy a sportlói szerződéseket lehetőleg közös megegyezéssel zárják le. Nagyon nehéz azonosulni vele, mert azt szerettük volna, hogy ha tudunk játszani, és minden körülmények között, aki ismer, tudja, hogy azt mondom, hogy edzeni kell, meg dolgozni kell, meg haladnunk kell, de nem is a döntéssel nehéz azonosulni, hanem a helyzettel. Nincs más választás ebben a helyzetben, minden bizonytalan, és nem lett volna értelme folytatni a bajnokságokat. Így is úgy gondolom, hogy komoly anyagi teher fog majd hárulni a klubokra, a szövetségre is akár, de az egész világon láthatjuk, hogy milyen események történnek. A legnagyobb gyárak vagy a legnagyobb autógyárak zárnak be, és nem gondolom, hogy ebben a körülményben vagy ebben a helyzetben lehetett volna folytatni a bajnokságot. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 3 fordulóval az alapszakasz zárása előtt 18 győzelemmel és 5 vereséggel, az Élovas Mavs csapatával azonos mutatóval a második helyen állt az NBA piros csoportjában. A kékcápák az NBA-be jutást tűzték ki célként a most véget ért szezonban. Nagyon nehezen éljük meg, akár a játékosok, akár a vezetők, akár az edzők, mindenki nehezen éli meg ezt a szituációt, mert úgy gondolom, hogy keményen dolgoztunk, és ráadásul szép eredményt értünk el, és mindez elveszett. Ez a bajnoki szezon olyan, mintha meg sem történt volna. Ezt mindenkinek föl kell dolgoznia. Tegnap, amikor megszületett a döntés, este tájékoztattam a csapattagjait és vezetőit arról, hogy milyen döntés született. Természetesen nem vártam, hogy akkor bárki bármilyen személyes döntést hoz a saját sorsáról, éppen ezért hagytam időt arra, hogy mindenki átgondolja. Azt hiszem, hogy ezt mindenkinek fel kell dolgoznia. Nagyon nehéz azt elfogadni, hogy az életünk megváltozik. Úgy gondolom, sok időnek el kell tellenie ahhoz, hogy ugyanúgy visszakerüljön a rendes kerékvágásba. A helyzetünk is, az életünk. Egyelőre szerintem a világon nem tudja senki megmondani, hogy milyen folytatás következik, úgyhogy nem gondolnám, hogy én ezt meg fogom tudni most tenni. A játék nélkül maradt kosarasok csak otthoni környezetben mozoghatnak és tarthatják karbanizmaikat. Normál esetben szeptember végén, október elején indul a hazai kosárlabda szezon, addig még több mint fél év van hátra.